Milyen tünetek jelentkeztek, amelyek elgondolkodtatták arról, hogy valami nincs rendben? Hallucináltam, képeket, ilyen. Um... Tehát vízió is voltak? Igen. A hanghallásokra csak azután jöttem rá, hogy vannak, miután beszedtem az első gyógyszerem, mert az már annyira kiskorom óta volt, hogy hozzászoktam, és azt gondoltam, hogy ez normális. Szóval én arról nem is panaszkodtam senkinek, mert azt teljesen egyértelmű volt nekem, hogy Ilyen az ember, így működik. Milyen hangokat hallott? Ez mindig akkor volt, mielőtt lefeküdtem aludni, és ö, azt hallottam, mintha egy ilyen kávézóban ülnék, ahol minden irányból különböző karakterű ö, és hangszínű ö, hangok és mondatfoszlányok így a fejemben össze-vissza röpködnek. És ami a víziókat illeti, mit vizionált? Halott állatokat láttam amik így kimondva nagyon ijesztőnek tűnnek, de nem olyan halottak, hogy mint amikor előti egy autó az állatot, hanem csak azt láttam, mint akiből épp kiszállt az élet. És már az első tünetek alapján felismert, hogy nagy a baj, vagy ez egy hosszabb folyamat volt? Először azt gondoltam, hogy, hogy azért halucinálok, mert keveset alszom. Nekem akkor lett vége egy -öt éves kapcsolatomnak, a, aki nekem az első szerelmem volt, a szerelmem, ráadásul én szakítottam vele, rettenetesen fájt, nagyon sokat ittam, nem tudtam aludni, beletemetkeztem a sulis munkákba, és azt gondoltam, hogy ennek az összessége az, amiért én halucinálok. És akkor elmondtam egy barátnőmnek, ő azt mondta, hogy lehet, hogy agyerszűkületen van mert hogy tudta, hogy szerintem ő tudta, hogy ez amúgy valami pszichés betegség, de azt is tudta, hogy ha ez az, akkor én nem megyek el kivizsgáltatni magam. Miért nem ment volna, ha kiderül, hogy ez pszichés betegség? Mert egy olyan apa mellett nőttem fel, és egy olyan párkapcsolatban, ahol mindkettőben azt tapasztaltam, hogyha valami lelki baj, akkor gyenge vagy, hogyha annak engedsz. És az, hogyha én elmegyek kivizsgáltatni, az egy engedés.